Na hát, sziasztok! Bocsi, ezért, hogy igen, így néz ki a képernyő, de most laptopon játszom, mert ugye az én gépem rossz. És ez a nővérem, pontosabban anyukám laptopja. És most itt vagyok nővérem szobájában, és erről veszem fel a videót, mert telefonnal veszem fel a videót, mert ugye a laptopon nincsen felvevő, és nem akarok letölteni rá. Mert a végén hát úgymond lebuknék, nem mindegy. Viszont akkor menjünk és nézzük is meg a heti frissítést. Most bocs, hogy ilyen későn jön ki ez a heti frissítés, illetve hogy... Szóval... De non cuki. Ó, egyébként ezeket meg se néztem, szóval egyébként nekem ez nagyon tetszik, hogy így néz ki, hogy így rárakták konkrétan a ló fejére és a kantárt. És esküszöm, van egy-két dolog, ami tetszik. Például ez a sapka, ez tetszik, ez a fekete. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Remélem azért látszik. Meg ez a bálnás is tetszik, szóval ugye Pinterred így megváltozott. Így néz ki. Ez alapból is így nézett ki. Így megváltozott, igen. Ó, egyébként ezt még nem is vettem észre, itt ezt a függő cuccot. Na mindegy. És igen, ez nagyon tetszik, viszont csak így sietek, mert a telefonomon elmetleg nincs túl sok tárhely, és nem tudom, hogy mennyi fér rá. De igen, szóval, wow, nagyon tetszik egyébként. Ugye mi az, itt is megváltoztatták a növényeket, az épületeket, ugye azokat nem. És innen, a szobor mellől is elkerült innen ez a kerítés, amit versenyzéskor mindig átugrottam, na mindegy. Nekem tetszik, írjátok meg nyugodtan kommentben, hogy nektek hogy tetszik. És akkor most csináljuk meg a küldetést, amit kaptunk. És ami egy verseny lesz majd. Szóval hivatalra. Mizu Csenge pont időben szóval érkeztél Pínát polgármester éves vizsgálatára. Rendben. Köszi, hogy eljöttél, Doki. Ez tényleg csak formalitás. Úgy tűnik, hogy a győrvéki törvények értelmében a választott tisztviselőknek éves vizsgálaton kell átesniük, hogy bizonyítsák hivatali alkalmasságukat, de szeretett Pínat polgármesterünk nyilvánvalóan egészséges. Ez a Pónia polgármesteretek? Haj, ilyen is csak Jorvikon lehetséges. Nos, akkor nézzük. Na. Bocsi, skacok, csak leesett a hosszabbító. Szóval, ha látom, érdekes, oké. Ez a pont nem tudtam elolvasni. Mi? Neki mély, Doki. Mennyi ideje van hátra? Még nem is gondolkoztunk arról, ki lehetne az utódja. Csak nyugalom, nem olyan komoly még. Pinár polgármesternek. Polgármester nagyon nincs formában. Milyen mozgást végez? Mozgás? A pózolás számít? Sóhaj. És az étrendje? Ó, hát rengeteget kap enni. Van egy automata, ahol az emberek lucerna pelleket, meg almákat vásárolhatnak neki. Élénk üzleti élet folyik itt. Ó, jaj. Csak nem ketóra kéne fognom. James Pinard polgármester nem ember. Ugye ezt tudod? S csak ne olyan hangosan megbántod az érzéseit. Bocsánat, hogy nem tudok olvasni. Na mindegy. Pinát polgármesternek napi mozgásra van szüksége, még kiegyensúlyozott étrendre, mint akármelyik másik lónak. Még ha nem is lovagolják, meg akkor is szüksége van napi 2 órányi mozgásra. 2 óra? Nekem nincs annyi időm. Ha nem tudsz egészséges körülményeket biztosítani Pinát polgármesternek, visszavihettem magammal a menedékfalra, és találhatok neki egy gondviselőt, aki tud. Nem, nem, én tudok, köszi, Doki. Ezek szerint Pínát polgármester, idézőesen Pínát polgármester, nincs a legjobb formában, sőt kifejezetten rosszul van elméletileg.
Ez igazi alkalmassági válság. Most mit csináljak? Távoli segítség. Hallottad, mit mondott az állatorvos? Pinát polgármesternek életmódváltásra van szüksége. Azonnal. Kérjen meg Szindrát? Nem, neki már így is elég dolga van a versenyekkel, meg az istállók körül feladatokkal, és különben is a Pinát polgármesterhez hasonló híresség megérdemli a legjobb fitness edzést. Csenge, te tudsz nekem segíteni. Nem, nem arra kérlek, hogy te legyél Pinát személy edzője, de van lovad, meg rengeteg szabadidőd, úgyhogy esetleg lehet tehetnél nekem egy nagy szívességet, és keresnél valakit, aki igazán méltó szeretett polgármesterünk edzésére. Az edző, akire gondolok, Újdonttetőn lakik, a srác igazi Georgicu tehetség, és úgy ki van gyúrva akár egy versenyló, úgy hívják, hogy Ricky Wintervel. Már találkoztál Rikivel? Király, akkor természetesen el fogsz menni, és megkéred, hogy edzi a polgármestert, tégy meg mindent, amit kell, hogy meggyőzd, már ha nem kell érte pénzt kiadni. Jó, menjünk, és akkor ott találkozunk. Na hát itt is lennénk Rikinél. És akkor nézzük. Nincs a kedvenc edzőtársam, Csenge, mit tehetek érted? Na. Lássuk, jól értem-e, ez a kölyök James azt szeretné, hogy tegyen félre Georgicu álmaimat, és kutyagoljak el Újdonttetőről egészen Pinterődbe minden nap, hogy a polgármestert edzem, aki egy rossz formában lévő póni. Azt a micsoda ajánlat. Természetesen elvállalom, Ricky Wintervel a sztárok edzője. Ezt a fajta hírnevet nem lehet megvenni. Ingyen elvállalom. Azonnal lovagoljunk vissza, itt az idő a mozgásra. Jó. És remélem, hogy lószállítóval menni fogsz, mert ott találkozunk. Na, megérkeztünk ide is. Kiderült, hogy lószállítóval is lehet menni, mert azzal jöttem, nyugodjatok meg, még mielőtt kinézzétek belőlem, hogy idáig ellovagoltam, nehogy megtegyétek. Ez tényleg ő, a Georgicu legenda Ricky Wintervel. Na, hol van az a polgármester, akit edzenem kell? Nihol. Látom, sok munka áll előttünk, polgármester úr, bámul. Szóval akkor elvállalod Ricky Wintervel, a Georgicu legenda, segítesz a Pinta erőt szeretett polgármesterének formában lendülni és formában maradni? Hidd el, haver, ha a ló útja működött nekem, akkor egy póninak igazi csodát tesz majd. Jól tetted, hogy engem hívtál, James, csak bennem van meg azok az edzői képességek, amelyek megmentik a polgármester elet a lusta élettől. És csupán arra van szükségem, hogy Csenge meg Rainbow Hunter szállítsanak engem. De jó nekünk. Na. Csak szépen, lassan, polgármester úr, nem versenyez. Hé, lassítson. De jó. Ilyen menő zene megy alatta. Még soha nem hallottam. Remélem azért nem kapunk copyrightot. De mindegy. Egyébként most ez egy olyan alapból amatőrnek érzem magam. Mármint, hogy telefonnal veszem fel a videót, és nem videó fejlevővel. De mindegy, remélem azért örültek, hogy van videó. És remélem minden jól hallatszik, és nem ver le a SSO hangja engem, hanem engem hallottok legfőbbképp, de valószínűleg majd hangosítanom kell valamennyit a hangon. Ó. Utat a VIP póninak. Gyerünk. Dolgozz meg jól ezeket a farizmokat, Pinát polgármester. És magikus erő növekszik. Hallod, az csak így átment rajta, uram, atyám. Komolyan mondom, ez a póni gyorsabb nálunk. Jó, mondjuk, nem is a legboldogabb a lovunk, meg csak 9-es szintű, de nem baj. Hát most már nem számít, hogy ősló, mert ugye most már minden ló ugyanolyan gyors, elmetleg. Ez Lisa Peterson, a zene
zenei szenzáció, ezért van szükséged, Liza, ír nekem. Oké. Mi, ott volt Liza? Nem is láttam. Na jó van. Majd visszanézem legfeljebb vágáskor. Cica! Ott van len. És valószínűleg majd egyébként remélhetőleg jövő hét szombaton, vagy jövő héten remélhetőleg valamikor, szombat után, vagy szombaton érkezek egy lóvásárlós videóval, mert úristen, van, várjatok, elég jól kimelegettünk itt az idő, hogy lehűtsük magunkat. Szóval van 1658 SC-m, és meg fogalmam sincs, milyen lovat szeretnék venni, de az egyik szerintem egy tinker lesz. És ugye akkor 850 meg 850, akkor számoljunk, hogyha 800 meg 900, és akkor az 1700 SC, és nekem akkor jövő héten lesz 1758 SC-m, és hadarok, mint a retek. Na mindegy, verseny befejezve, és akkor beszélünk Rikivel. Pina polgármester már egészségesebbnek tűnik, és észrevettem, hogy Rainbow Hunter lovarnak is javára vált az edzés programunk. Holnap is visszatérek, hogy Pina polgármester mestert, ja, Peanut polgármestert még egy fitness versenyen végig vigye. Ugorj el te is, hogy ingyenes edzést kapja lovadnak. Jó, viszont akkor ez a videó most csak így ennyi lett volna. Remélem azért nem volt túl hosszú, és volt a közem. Na mindegy. Szóval, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen nyomjatok rá egy lájkot. Iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. És remélhetőleg minél előbb ki fog menni ez a videó. És majd lesznek Sims-es videók, mind Sims 4 és Sims 3, mert csak ezek kettő van meg. Illetve nincs más játék a gépen, ami ne lenne nem netes. Szóval ezen kívül még rajta van a Star Stable, és ennyi. Ez a három játék van meg. Szóval, akkor majd találkozunk a következő videóban, de addig is legyetek jók. Sziasztok!